tovább erőlteti a migrációs paktumot. Brüsszel ma ismét napirenden van a téma, ami elemzők szerint azt is mutatja, hogy az Unióra egyébként nem jellemző rekordgyorsasággal haladnak az ügyben. Alig több mint egy hónapja döntött úgy Brüsszel, hogy kötelező migránskvótát vezetnek be, de ez a csomag tartalmazza azt is, hogy Magyarországon kellene létrehozni az Unió legnagyobb migránsgettóját. A magyar kormány nem hajlandó ezeket a döntéseket végrehajtani. Kata. Köszönöm szépen, már is itt van a második vendégem a ma estében, Migrációkutató Intézet kutatója Tóth Klaudia, szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük mindjárt onnan az elejéről, hogy azért most feszített a helyzet, nagyon feszített a helyzet Európában, mert hogy a háború mindenre rányomja a bélyegét, és ebben a feszült helyzetben hozta ezt meg Brüsszel, és állt elő a migráns kvótával. Akár merről nézzük, ez azért nem a legszerencsésebb helyzet, ez egy tulajdonképpen ez egy ilyen társadalmi meg kommunikációs bombaként robbant. Mi indokolta azt, hogy ez pont most kerüljön elő? Én ugye 2020 óta már paktum, migrációs paktum ugye tárgyalás alatt van. Azt lehetett látni egyébként az elmúlt három évben, mintha egyfajta állóvíz lenne, és nem haladtak előre a migrációval kapcsolatos folyamatok és megbeszélések. Itt nagyon érdekes volt az, hogy most 2023. júniusában felpörgött a téma. Június elején ugye az Európai Unió bel- és igazságügyi tanácsülésén hát egyfajta reform javaslatot éltek az ottani szakminiszterek, ugyanis ekkor volt az téma, hogy az Európán belüli és nemzetközi védelemre jogosultaknak az ügyét tárgyalják, illetve emellett tárgyalták még azt is, hogy az EU-n kívülről érkező migránsokat, tömegesen érkező illegális bevándorlókat miként kéne kezelni EU szinten. És erre jött rá most június végén ugye az állam és kormányfőknek az ülése, ahol ugye nyilván Magyarország és Lengyelország kiállt amellett, hogy a tömegesen érkezőknek a szétosztása különböző, hát az EU frontországaiban történő, hát végül is mondhatjuk, hogy újfajta tranzitzónák, vagy ilyen hát migránsgettóknak a létrehozása, az hosszú távon nem lehet megoldás. Egyrészt azért, mert nem oldja meg a kibocsátott ország problémáit, ez vélhetően csak szinten fogja tartani a migrációt. Nyilván, hogyha valaki a szubszaharai térségből, vagy a közel-keletről elindul Európa felé, azt fogja látni, hogy biztos helye van, mindenképp eljárás alá vonják az ő menedékkérelmét, és az azt jelenti, hogy több hónapig az Európai Unió hát fogadó országaiban tartózkodik. Ugye Orbán Viktor az elmúlt időszakban többször is nyomatékosította és hangsúlyozta azt, hogy ez nem egy bonyolult kérdés, tehát hogy ezt egyszerűbben is, sőt ezt már meg lehetett volna oldani, és akkor ez már nem lenne probléma, mégsem történik megoldás, mert hogy Brüsszel meg nem szeretné ezt megoldani. Így van. Ugye ez egy kettős álláspont, itt ugye azt lehet látni, hogy már a 2015-ös migrációs válság óta pont a frontországok mondják azt, hogy nem az Európai Unión belül kell menedzselni a migrációt és a menekültügyet, hanem már a határokon kívül a kibocsátó országokra. Gondolok itt például az észak-afrikai térségre egészen Marokkótól Egyiptomig, de gondolok itt például a közel-keleti országokra, például Szíria, Afganisztán államokra. Itt ugye nagyon fontos azt látni, hogy ez a kötelező szétosztási mechanizmus egyfajta tényleg meghívó levélként is szolgálhat, illetve hát most az elmúlt hónapokban láthattuk, hogy egyre több migráns fulladt bele a földközi tengeren az átkelések közben, úgyhogy tényleg az embercsempészeknek lesz egyfajta joga azt eldönteni, hogy kit hova hoznak, milyen csempészdíjjal és hova jutatják őket, melyik fogadó országban. Ugye az Unió egyfolytában azt mondogatja, hogy ezt a problémát meg kell oldani, megoldás azonban nem születik, de miért nem születik? Mire kellene egyébként fókuszálni, vagy a fókuszt helyezni? Magyarország álláspontja ugye az volt, hogy a migráció és a menekült ugye egy olyan sarkalatos és nagy horderejű Európai Unió összes tagállamát érintő téma, amit nem szakminiszteri szinten kellene eldönteni és róla egyeztetni, hanem az Európai Unió tanácsának az állam és kormányfőket tömörítő plénum előtt kellene megtárgyalni és megvitatni ezt, és egy ott kialakított stratégia mentén kellene
hát az Európai Uniónak kialakítani a migrációs és menekültügyi politikáját. Ugye most nem ezt láttuk, június eleje óta igazából pont a belügyminiszterek döntéséből fakadó új rendelettervezet kerül megvitatásra. Jelenleg ugye az Európai Parlamentnél van, ahol ugye jövőre Európa parlamenti választások is lesznek, úgyhogy azt feltételezhető, hogy ez a parlamenti választásoknak egyik fő kulcskérdése lesz a migráció. Ugye azok az országok, akik eddig nagy számban fogadtak be migránsokat, tulajdonképpen már most egyértelműen látszik, hogy nem tudják kezelni a helyzetet, és ez óriási nyomást gyakorol, és ez napi szinten érinti problémaként tulajdonképpen az Európai Unió polgárait. Migrációs harc fenyegeti Európát? Azt látjuk, hogy igazából a földközi tengeren van most a súlypont, Olaszországba, Máltára, a Görög-szigetekre nagyon-nagyon sokan érkeznek, hát Olaszországban már több mint 100 000-en érkeztek. Most érdekesség az, hogy a nyugat-balkáni útvonalon, ami ugye Magyarországot is érinti, ott viszont csökkentek az érkezés számok. Az Európai Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége egyébként, a Frontex azt írta a legutóbbi jelentésében, hogy annak köszönhető egyrészt, hogy Magyarország megerősítette a határvédelmét, másrészt pedig annak tudható be, hogy Szerbia vízumentességét eltörölte például Tunéziával vagy Indiával szemben, úgyhogy emiatt is csökken például a nyugat-balkáni útvonalon érkezők száma, úgyhogy most a fókusz és a súlypont az a földközi tengeren van. Mi lehet ennek az egésznek a vége? Mondhatjuk azt, hogy, vagy akár úgy is nézhetjük, hogy Franciaország megmutatta azt, hogy milyen problémák lehetnek a jövőben a migrációs kérdéssel? Igen, a franciaországi, most a legutóbbi konfliktus igazából arra világított rá, hogy az érkező bevándorlóknak az integrációja az nagyon nehéz, nyilván teljesen eltérő vallási, kulturális közegből érkeznek, és aki mondjuk elér mondjuk egy francia városból, nyilván a saját diaszpóráját keresi, saját családtagokat, rokonokat, saját anyanyelvén beszélőket. Úgyhogy azt lehet látni, hogy a bevándorlás, itt most kitérnék csak egy gondolat erejéig, hogy az Euróbarométernek egyébként pont tegnap jött ki egy jelentés, ami pont a bevándorlást helyezi a top 3 égető témák közé, és ezek a francia események is rávilágítanak arra, hogy az integráció az hosszú távon kulcsa kellene legyen a bevándorlásnak, de ez sajnos nehezen menedzselhető. Tóth Klaudia, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.